boldog új évet kívánok! Alig kezdődött el az új esztendő, a Salvatore Egyesület önkéntesei már is munkába lendültek. A Sepsiszentgyörgyi Segélyszervezet évelei megbeszélésén vagyunk, ahol a teendőket veszik sorba a résztvevők. A 7 éve életre hívott egyesület közel 100 önkéntese rendkívül szerteágazó munkát végez, hogy eleget tegyen az élünk, hogy segíthessünk jelmondatuk követelményeinek. Ez már az egyik sepsiszentgyörgyi üzlet, ahol az önkéntesek alapélelmiszereket vásárolnak. Az Együtt sikerülhet névre keresztelt programjuk által a járványhelyzet miatt szükséget szenvedő rászorulókat, időseket és az orvosi ellátást is támogatják. Alapvető élelmiszereket adunk át rászoruló családoknak, másrészt orvosi eszközöket adunk kórházaknak, mentőszolgálatoknak és családorvosi rendelőknek, és a harmadik az 65 év feletti embereknek, idősebb embereknek alapélelmiszer, gyógyszereket szerzünk be. Buna Hunor fiatal mentőasszisztensként máig tartó aktív szülői támogatással alapította az egyesületet. Kezdetben az első segélynyújtás, a rendezvények biztosítása és a szakmai bemutatók szervezése volt a cél. Ám a koronavírus megjelenése újabb feladatok elé állította a csapatot. Önkéntesnek lenni szerintem nagyon-nagyon jó dolog. Szerintem egy életforma. Szokták mondani, hogy az idő az pénz, és pénzzel meg lehet venni mindent. És szerintem ez az érzés, amit az önkéntesség nyújt, nem lehet pénzzel megvenni. Látni a szenvedő vagy rászoruló emberek szemébe azt az örömet, csak attól az apró dologtól, amit esetleg nekem jelentéktelen, vagy amit értik csinálok, szerintem ennél nagyobb boldogság és elégtétel nincsen. A Salvatore Egyesület elérte a 85 önkéntes szemét. Itt elmondanám, hogy vannak orvosaink, vannak szakképzett asszisztenseink, és vannak önkénteseink elsősegélynyújtásra és humanitárius tevékenységekre kiképezve. Az utóbbi időszakban a szakrendelők támogatása is előtérbe került. Például a családorvosi rendelők felszereltségét gyarapítandó, az egyesület szakemberei fertőtlenítő UV-lámpákat juttattak el több sepsiszentgyörgyi rendelőbe. 3 éve csatlakoztam a Salvatore Egyesülethez, mint önkéntes az egyik barátnőm által. Megtetszett a tevékenységük, hogy embereken segítenek önkéntesen, önzetlenül. És hát nagyon sokrétű tényleg a tevékenysége. Buna Hunornak láthatóan az első segélyoktatás a szíve csücske, és ezt egy országossá fejlődött program keretében három széken kívülre is kiterjesztették. A mai nap folyamán Vámosgálfalvára, Maros megyébe utazunk, a KIK Egyesület felkérésére elsősegélyoktatást fogunk tartani a Maros megyei fiataloknak. Munkájuk alapja továbbra is az elsősegélynyújtás és annak a szemléletnek és gyakorlatnak a népszerűsítése, hogy minél többen tudjanak közvetlenül és gyorsan segíteni a bajba jutottaknak. Így a kisküküllőmenti fiatalok korszerű eszközök segítségével nyernek betekintést az életmentés legkézenfekvőbb módszereibe, és nem csak babákon, hanem az egyesület által az országban egyedüliként használt virtuális szemüvegen keresztül is kipróbálhatják a mindenki által elsajátítható technikákat. Mi már egy jó ideje követjük a Salvatore Egyesület munkásságát, és ezért nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy egy ilyen előadást tartsanak itt nekünk, azért mert az eszközeik nagyon profik, az előadásaik, úgy a mód is, meg az egész személyzetük nagyon profi, meg ehhez hasonló nem volt itt a közösségünkben. Az egyesületünk aktivitása folyamán rengeteg kulturális gyerektábor, vagy bármilyen esemény folyamán megtörténhetnek olyan események, amikor hasznát vehetjük ezeknek a képességeknek. A Salvatore család, ahogy Buna Hunor nevezi az egyesület életébe bekapcsolódókat, a tudás mellett támaszt és biztonságot is nyújt. Nem véletlen, hogy humanitárius programjuk elismeréseként az egyesület elnyerte a Civilek Három Székért Szövetség által odaítélt az év civil szervezete díjat. A vámosgálfai bemutató utáni közös fotó pedig jelzi, hogy a résztvevők hálásak a megszerzett tudásért.